Sziasztok, én Veszett Kutya vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Ez a videó szerintem egy igen érdekes videó lesz, és szerintem sokatok számára tanulságos lesz, mert ez igazából egy sorozatnak az első része lesz, és ez a sorozat az arról fog szólni, hogy egyes kártyák ellen bemutatom, hogy kell védekezni, majd lehet, hogy lesz olyan része, amikor támadni fogunk velük, vagyis a támadást fogok majd elemezni, és ezt még nem tudom, hogy ilyen lesz-e, de majd lehet, hogy lesz, hogyha nektek tetszik ez a sorozat, és akkor igazából nem is húzom az időt, kezdjük, és ugye ebben a videóban, mint a címben is olvashatjátok, a Mega Knight-ot fogom elemezni kicsit annak, hogy hogy kell ellene védekezni. Szerintem a Mega Knight egy elég erős kártya, és szerintem sokan akár meg is ijedtek ellene, amikor elkezdtek. Mondjuk elindítjátok az 1v1-et, és az ellenfélnek Mega Knight-ja van. Szerintem ez sokatoknál jelen van, hogy megijedtek tőle, vagy elgondolkoztok, hogy na, akkor most mi legyen, hogy védekezzek ellene, mert szerintem tényleg egy elég OP kártya. Kezdjük úgy, hogyha mondjuk a deckedben van egy Canon, egy Inferno Tower, vagy egy Tesla, ezeket hogy ragd le? Mint itt a, egyébként a képernyő középső felén láthatjátok a mapot, a pályát, a kasárás pályát, itt fogom majd így bekarikázgatni, láthatjátok, hogy melyik lehetőségek, ahova rakjátok a kártyákat, közben természetesen magyarázom szóban, és mint láthatjátok két oldalt, az új overlay-eink itt vannak. Nagyon köszönöm, aki csinálta, ott van a csatorna linkje a leírásban, ő már videókat nem csinál, csak dizájnol, vagyis hát csinál ilyeneket. Hogyha ti szeretnétek tőle szedni ilyen dizájnokat, akkor nekem egyébként ő csinálja, akkor írjatok a csatornája alá, nem tudom, ezt majd vele kell megbeszélni a részleteket. Na, és akkor kezdjük is, egyébként nekem nagyon tetszenek az új overlay-ek, és szerintem még lehet, hogy lesz majd ilyen égő sorot felül, ami belelógja Clash Royale-ba kicsit, majd ott karácsony fele, na majd ezt meglátjuk. Na, akkor kezdjük úgy, hogyha például van tényleg egy Inferno Tower, vagy egy Tesla, vagy egy Canon. Az a fontos, hogy amíg nem tudod, hogy ugye van az ellenfelek meg a nátja, addig igazából teljesen mindegy, hogy kezdesz, akár ilyen kártyákkal is, mert nyugodtan lerakhatod a középre az Inferno Tower, mert természetesen kicsi az esélye annak, hogy pont abban a deckben lesz Mega Knight, de azért van rá esély, tehát erre mindenképpen figyeljetek, de hogyha tudod, hogy van Mega Knight-ja, akkor ne középre rakd sose az Inferno Tower, sőt, lehetőleg ne is rakd le előre, amíg a Mega Knight el nem indul, hogyha ellene akarod használni, mert az ellenfél mindig tudja újrakni a Mega Knight-ját, hogy rá tudjon ugorni a Mega Knight, és a jump damage-e ugyan magasabb. Ha a bridge mellé rakod, akkor is tudja újrakni természetesen, hogy kicsit hátrébb rakja, és akkor ugyanúgy rá fog ugrani. Ezért, viszont hogyha az ellenfél elkezd támadni a Mega Knight-ra, és akár mondjuk már a bridge-nél jár a Mega Knight, akkor mindenképpen a bridge két oldalára rakd, oda mellé, vagy legalábbis olyan távolságba, minél messzebb természetesen, hogy minél később érjen oda, ahol még nem ugrik rá, de inkább közelebb rak kicsit, mint messzebb, mert az ugrása az tényleg sokat sebez. Ez az első fontos dolog. A második az igazából külön egy kártyára fog vonatkozni, a Ice Golem. Az Ice Golem szerintem a Mega Knight-tel elég jó védekező kártya. Ezt lerakhatod úgy is, hogy a Mega Knight-ot elterelje a másik oldalra. Én ezt szoktam használni egész sokszor. Ha mondjuk challenge-ben ellenem Mega Knight-tel jönnek és van Ice Golem-em. Bár ez nem feltétlenül a legjobb megoldás, én úgy gondolom, mert ilyenkor is ráugrik. Jó, hogy utána elkezd gyalogolni ott utána, de ez nem biztos, hogy jó. De van olyan lehetőség, amikor ez tényleg nagyon jó. De lehet akár közel rakni hozzá, mert egészen sok élete van az Ice Golemnek, és eltereli egész sok ideig, és szerintem ez is jó. Na, akkor hogyha ilyen kártyaitok vannak a deckben, hogy Tombstone, vagy Furnace, vagy például Goblin Hat, ezeket ugyanúgy, hogyha tudod, hogy az ellenfélnek van meg a nátja, akkor ugyanúgy ne rakd le középre, hamarabb, mint ahogy az ellenféllel rakja, tehát a Furnace, hogyha középre akarod rakni, azt szerintem egészen sokan használjátok az olyan támadást, vagy ha van Furnace-etek, szerintem sokszor rakjátok oda,
bár ezt is inkább hátrébb szokták valamilyen szinten, de terjük fel, ti középre szeretitek rakni, akkor ne rakjátok le csak a vár mögé, vagy jóval hátrébb, hogy ne ugorjon rá, mert ez is elég felesleges igazából, hogy középre rakod, amikor tudod, hogy rá tudod ugrani. Na, akkor ugye az fontos, hogy a Mega Knight ellen, nem úgy, mint a Goblin ellen, hiába raksz rá, vagy a Goblin, nem, a Bandit ellen, hiába raksz el rakitot, zepet, logot, bármit, amikor dash-el nem fogja érni az ütés, vagyis hát nem fogja érni a damage, de a Mega Knight-ot viszont igen, tehát hogyha mondjuk nagyon kevés életem van a Mega Knight-jának, és mondjuk jumpolni kétszer, akkor nyugodtan rakjátok rá például a zepet, hát de logot azt nem éri meg, mert át fogja ugrani, de tényleg megéri mondjuk rárakni egy zepet akár, mert ezt sebezni fogja, ezt gondolom maximum a kezdőjátékosok nem tudják. Akkor a másik, ami nagyon jó kártya lehet ellene, a tornádó. A tornádó, amikor elkezd így, hát nem tudom mit csinál, még az a lényeg, hogy nem ugrik el, de látod, hogy jumpolni készül, akkor a tornádó az visszafogja, de ha elkezdett elugrani, akkor nem. Tehát erre nagyon figyeljetek, hogy ne úgy rakjátok le. És a freeze-t is ki lehet tolni az ugrás pillanatáig, de ahogy elugrik a földtől, onnastól a freeze sem fogja leszedni, tehát nem fog a földre visszaesni, vagy ilyenek, tovább ugrik. Tehát erre is figyelni kell, plusz a dologra is nagyon figyelni kell, tényleg, hogy ne rakjátok le, amikor jumpolni készül, mert át fogja ugrani, és akár ez fireballnál is átmehet valahogy nagy nehezen. Bár azért az már kicsit jobban leszedi. Na, akkor nézzünk még olyan kártyákat, amik jók ellen. Hát én úgy gondolom, ez Electrovizár ez egy egész jó kártya, a Sparky az mindenképpen jó kártya, hogyha megfelelően tudod használni. A legópébb kártya szerintem a Mega Knight ellen mindenképpen az Inferno Dragon. Hogyha neked Mega Knight-od van és az államfelednek Inferno Dragonja van, akkor a Mega Knight-ot igazából szinte lehetetlen használni. Hogyha ügyesen tudja használni az Inferno-t és megtartalékolja, akkor lehetetlen. Az Inferno Tower-nél már kicsit több esélyed van, de az is elég szívás, hogyha az ellenfélnek olyannyi van. De ott már ki lehet jobban játszani. A Bowler az is egy jó kártya ellene, de itt is, hogyha eljumpol, a Bowler sem fogja hátrébb lökni. De hogyha... igazából a Bowler az egyáltalán nem tudja hátrébb lökni a Mega Knight-ot, tehát nem fogja hátrébb lökni, tényleg csak megsebzi. Ezért a Bowler igazából jó kártya ellene, mert... vagyis hát... jó kártya ellen a Bowler, de ahhoz képest, hogy más kártyák ellen, például Prince ellen mit tud csinálni, hogy megállítja a dash-t, vagy azt a futását, ahhoz képest a Mega Knight-nál ez nem jön be, tehát nincs értelme, vagyis például a ugyanolyan, mint a Prince-nél a helyzet, egy Pattern-nél, úgy emlékszem, vagy úgy gondolom, és a Hogrider-nél is ugyanez hátrébb lakik. Seamask Eater az egy nagyon jó kártya lehet a Mega Knight ellen, de arra nagyon kell figyelni, hogy a Mega Knight ráugorjon. Tényleg, hogyha a Mega Knight ráugrik, akkor ráugrás plusz egy ütés jobb esetben, vagy kettő maximum. Tehát erre is nagyon kell figyelni. A Seamask Eaters tényleg csak akkor használjátok Mega Knight ellen, hogyha jól le tudjátok rakni, és semmiképpen sem rakjátok oda, ahol jumpolni tud rá. Esetleg köré lehet még rakni, hogy ne jumpoljon, de én inkább a vár mögé ajánlanám, amikor már elugrott a várra, vagy valahogy úgy, de a köré rakás nem egy rossz dolog végül is. Amit semmiképpen sem ajánlom. Semmiképpen sem ajánlom azt, hogy Giant elvédekezzetek. Hát... Giant Skeletonnal lehet rávédekezni, ugye a bombája miatt is, de ez sem a legjobb megoldás. Golemmel semmiképpen sem védekezzetek. A Graveyard az nem olyan rossz, a Night Witch az jó, az Ice Wizard is jó, a Miner ez igazából annyira nem jó, a Bandit az sem annyira túlzottan jó, a Skeleton Army az egyenesen szörnyű, és a Dark Goblin is elég rossz, meg a Goblin Gang, a Goblins és a Spear Goblins, és a Skeleton sem túl jó. Maximum, hogyha ügyesen köré tudod rakni, akkor egy kicsi időt tudsz nyerni, de akkor már inkább a Skeleton zok, mint például a Skeleton Army, mert az nagyon könnyen leszedik. Az Elite Barbarian az sem túl jó kártya ellene, mert ugye mind a kettőt sebzi általában, ezért igazából ez sem jó.
És akkor a barbarianok azok megint nagyon rosszak, ami nyolvada és ami nyolvada természetesen jók, a betszek is jók. Fire Spirits-ek azok igazából nem mostanak szoroznak sokat, ezért annyira nem mondanék róluk véleményt. A Bomber az nem olyan rossz, de igazából ő sem most annyira szoroz. Ő sem most és szoroz. És akkor hát a Mask Eater az nem olyan rossz végül is. A Pekka az mindenképpen jó, a Mini Pekka és a Nagy Pekka. Igazából a Mega Knight-nak két gyengéje van, én úgy gondolom, két fő gyenge. A Pekka és az Inferno Dragon. Ez a kettő kártyát, hogyha van, és az ellenfélnek Mega Knight-ja van, akkor úgy gondolom, hogyha ügyesen játszol, akkor meg tudod simán nyerni azt a meccset, mert az nagyon jó counterök ellene a Mega Knight ellen, de ezzel a nyereség csak akkor igaz, hogyha a Mega Knight a tank, vagyis hát az erő a deckében, mert akkor igazából nem sok esélye van. De ha mondjuk van mellett egy Giant vagy Goblin Barrel, Giant Goblin Barrel is le tudja szedni a várodat, tehát csak mondtam valamit most. Na, és igazából ugye átfoglalva ezeket szerettem volna elmondani, és most bekarikázva láthatjátok, hogy miket hova kell rakni. Az Inferno Tower-t a bridge mellé, a két oldalára, vagy közel mindenképpen, hogy ne ugorjon. A Three Mask Eaters-öket mindenképpen a vár mögé rakjátok, vagy köré rakjátok, hogy ne tudja mind a hármat ütni egyszerre. Az Elite Barbarians-okat is lehetőleg tegyétek mellé, de úgy, hogy ne, ha lehet úgy, akkor ne, hogy mindkettőt üsse. A Skeleton Army-t, Goblin Gang-et, Skeletons-okat, Goblinokat és Spear Goblinokat ne használjatok egyáltalán igazából ellene. A Sparkit a vár mögé rakjátok, vagy úgy, hogy ne tudjon ráugarni. A Night Witch-el és az Electro Wizard-el úgy ezen a helyzet. A Science Wizard-ot igazából rakhatjátok mellé is, mert egészen sok élete van, és lelassítja végül is egész jól. Golemet, Royal Giant-ot és Giant-ot ne használjátok ellene. Executioner-t úgy rakjátok le, hogy ne sebezze meg őket a Canon, az Executioner-t ne sebezze meg, a Canon kártot is így rakjátok le. Prince-et és Dark Prince-et úgy rakjátok le, hogy bele desseljenek, vagy bele fussanak a Mega Knight-ba. A Guards-okat lehetőleg ne használjátok igazából. A Wizard-ot úgy rakd, és a Mask Eater-t, hogy ne sebezze őket. És a Butter-remet igazából ne nagyon használd ellene. A Barbarian-szokat pedig csak is úgy használt, hogy köré rakod teljesen, hogy ne tudjon sokat sebezni beléjük, tehát hogy mind be. Itt láthattátok a bekarikázásokat, hogy hova mit kell rakni, nem mindhez van ilyen bekarikázás, vagyis hát ilyen mutatás, hogy hova rakjátok, mert amit például ne használjátok, vagy hogy így közel, úgy közel, az ugye nem tudom megmutatni, mert nem tudhatom, hogy hol van a Goblin, vagy a Mega Knight, meg mondjuk a Barbarian-szok. Tehát nem tudhatom, hogy a Mega Knight hol van a pályán, és nyilván ettől függ, hogy hova kell például a Barbarian-szokat, vagy a Mask Eater-t. De ugye például az Inferno Tower-t, Zeppe, vagy a Zeppet azt rárakhatjátok egyébként nyugodtan, az Inferno Tower-t, például a Teslát, Canon-t, ezeket pedig megmutattam, hogy hova rakjátok az ilyen buildingeket, és a Furnace-t, és a Goblin hatot, és a Barbarian hatot is, és a Tombstone-t is nyugodtan inkább a váraitok mögé rakjátok. Na remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, és nyomd meg a csengőt, hogy ne maradj le egy videóról sem, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!